Egy éventúli ígéretünknek teszünk ma eleget. Mi több, az éventúli ígéretünkkel felkorbácsoltuk a hallgatóságunkat is, és egyre gyakrabban kérték számon különböző felületeken, csatornákon, hogy mikor lesz feleség-elfogadottsági faktor, magyarul wife acceptance faktor adásunk. Hát, kedves hallgatók, itt az idő. Belevágunk ebbe. nagy örömére azoknak, akik itt a partvonalon helyezkednek el, és rám szegezik, vagy ránk szegezik, bocsánat, jelenleg a kameráikat, és mindenféle fotó készülnek itt. Lehet, hogy jobb lett volna, Kriszti, hogyha mégiscsak elengedjük a férjeket, mert a kamerák mögött itt lepzselnek körülöttünk, és akkor meg is ragadom a szót, hogy köszöntselek Kálmántot Krisztina a stúdióban. Sziasztok! Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy mely férhez rendeli hozzá, de szerintem a vezetéknélből az egyértelműen kiderült. Ugyanúgy üdvözlöm a stúdióba Mocsári Ágnest. Sziasztok! Itt már nem feltétlenül egyértelmű, hogy ki van férként a háttérben, és Szabó Kittit. Sziasztok! Sziasztok! De akkor segítek egy kicsit a hallgatóknak, tehát ugye Kálmán Gergely az egyik fér, Zsák Péter a másik fér, és Kalauz Máté a harmadik fér, és a férjek feleségei van. És most feleség státuszotokban nagyon sok minden mást is csináltok, édesanyák vagytok, különböző területeken dolgoztok, önkifejeztek, kitejesedtek. Csak azért mondom el, mert nem szeretném semmiképpen így kifejezetten a feleség szintig ezt így lemodulálni, de most ugye ez az apropója a dolognak, hiszen három olyan feleség ül itt velem szembe körülöttem a stúdióban, akik a férjük kettelésének köszönhetően belekényszerültek egy okos otthonba, és életvitelszerűen élik a mindennapjaikat. Jól mondom, lányok? Olyan szépen felkonferáltál minket, hogy most már izgulok. Eddig, eddig jól voltam, de most már izgulok. Egy <laughs> egy nem vagy <laughs> az az izgulós fajta. Hát, azt nem nem Krisztivel már jó ideje ismerik egymást. Akkor tőletek szeretném először is azt hallani, hogy egy picit mutassátok be már, amennyire nyilván ugye itt a nyilvánosság keretei engedik az otthonaitokat ki hol él, milyen háztartás, ez ház vagy lakás esetleg, nem kell nagyon mélyre menni, csak utána ez így jól be fogja indítani a, a, a beszélgetést, és a sorrendiséget pedig rátok, bízom lányok. Én annyit mondanék, hogy nem egy szimpla okos otthonban élünk, szerintem egyikünk sem, hanem egy kísérleti okos otthon van, hiszen nem egy kész okos otthonról beszélünk, amit letelepítettünk valakinek, hanem gyakorlatilag folyamatosan jönnek be az újabb és újabb eszközök, amit kipróbálunk. És gyakorlatilag nincsen meg az az állandóság, hogy valaki megszokta a saját okos otthonát, és tényleg csak a funkciók és az igények szerint fejleszti, mert nálunk az az igény is megvan, hogy az új dolgokat ki kell próbálni, és ezt is bele kell építeni a mindennapokba. Igen, egyébként. tehát nem csak feleségként vagyunk itt jelen, nem teszt alanyként is vagyunk jelen. Igen. Ez most nagyon szívemből szólt, és pont ezen gondolkoztam, hogy hú, ez milyen jó, hogy végre valaki, aki ezt így átérzi, hogy, hogy milyen az, amikor már így megszoknád, hogy na, ez a funkció működik, tök jó, és akkor valami tökre felborul az egész házadban, és másként működik. És az is jó volt, amit mondtál az elején, hogy belekényszerültünk, vagy belekényszerített minket a párunk. Igen. Kényszerként élitek meg? Igazából az. Tehát, hogy most nyilván van a párodnak egy hobbia, amit imád, tehát, hogy még ha neked okoz is kellemetlenséget, bár összességében azért azt gondolom, hogy egy okos otthon ez egy pozitív szó, tehát, hogy sokan vágynak rá, és az egy jó dolog, de igen, tehát ez valamilyen szinten kényszer, csak hát elfogadod, mert, mert a másikat boldogá teszi, meg, meg az életének egy jelentős részét kitölti, Nyilván nekünk feleségként is van olyan hobbink, olyan tevékenységünk, ami nem annyira tetszik, hogy nem mindig tetszik a másiknak, de hát elfogadják, mert hát elfogadjuk a társunkat. Meg a kényszer olyan szempontból rossz kifejezésre, hogy tehát én most már nem tudom, négy vagy öt éve van ez, hogy a Máté ezzel elkezdett foglalkozni, és szépen fokozatosan építette be az életünkbe, és a nyáron valamint, nagyon összeveztünk, és akkor lekapcsolta az egészet ilyen demonstrációs célnal. De akkor ezzel kapcsolatban volt ezzel kapcsolatban a vita? Ezzel kapcsolatban volt a vita, igen. Hát mert ugye ez az állandó tesztelés azért hozza az állandó feszültséget is, hogy már megint miért nem bírok felkapcsolni a lámpát, vagy nem tudom, valami hasonló szintű uh, dolog volt, és... Uh, és az ember azért akkor úgy rájön, hogy mennyi minden van, ami így megkönnyíti a mindennapokat, meg megsegíti. Akkor ő szemléltetni akart a a, ő, az neki, ez volt a célja. neki ez volt okényelmi. a célja, igen, hogy megmutassa azt, hogy a háttérben ez mennyi mindent használok belőle én is, és tényleg így van, hogy hogy nem, nem is veszi észre az ember, de hogy a jót könnyű megszokni, úgy mondják, de olyan szempontból meg igen, egy kényszer, hogy nem én választottam, tehát hogy ezt ezt hozta az ő hobbija, meg az ő lelkesedése. Mi már csak ilyen, hát igen, a pozitív részek élvezői, meg néha a negatív részeknek az elszámoló. Öt év, ugye? Azt mondtad, hogy... Hát valahogy ilyen négy-öt éve kezdte ezt el. Kitty a Peti mióta berheli a... Tíz. Otthon, ő már tíz éve? Mhm. Ő uh -huh. early Kriszti, nektek is ilyen, szerintem ilyen 5-6 év, ugye? Igen. De amikor nektek felépült a házatok, ugye erről azért a hallgatóink tudnak, meg bizonyos dolgokról tudnak veletek kapcsolatban, hiszen azért a, 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 podcast az, az hangvételét tekintve talán mondhatom, hogy személyes, és hogyha személyes hangvételű valami, akkor azért nem csak szűk szakmai keretrendszerben működik, hanem ezen túlmutat. Tehát, hogy a, a ti építkezésetekről speciálisan még talán többet tudnak, lévén, hogy a férjed a másik Hoztolója ennek a műsornak. Én nulladik pillanattól te már abban élsz? Már úgy költöztetek ki a, a, az otthonatokba, hogy ott már üzemelt valami kezdetleges. Szerintem az elején csak a redőnyök. Legalábbis én nem sok mindenre emlékszem abból az időszakból. Nekem akkor ott ugye két kicsi gyerek volt, tehát hogy annyira lekötött az energiáimat, hogy így igazából akkor csak élvezője voltam talán annak a nagyon kevés automatizmusnak, ami volt akkor. És aztán így apránként lett ugye egyre több, meg egyre bonyolultabb, előjöttek azok a bugok, vagy nem is tudom, szakmai belkekben, hogy szokták ezt nevezni. Ez szerintem jó kifejezés. Igen, illetve azok a rutinok, ami ugye rutinként le lett programozva, és mondjuk néha nem azt a rutint követed, és akkor így nem tudom, küzdesz az otthon ellen, mert például mindig látkapcsolja a lámpát, de mert, mert azt gondolja, hogy van elég fény, de te meg éppen valamit nagyon olvasol szemüveg nélkül, és te meg akarod azt a lámpát, és mégis látkapcsolja, és akkor jön a, jönnek a szép szavak. Egyébként nálam az elmúlt időszakban, mondhatom, hogy években én próbálom magam rendszeresen emlékeztetni a pozitív, hozadékára ennek a dolognak. Tehát mikor valami, valami, miatt bosszankodnék, akkor mindig így emlékeztetem magam, hogy de milyen jó az okos zár, milyen jó, hogy nem kell nyomkodnom a redőny kapcsolókat, és még mennyi dolog milyen jó. Tehát én próbálom így balanszban tartani magam azért, hogy, hogy ne csak a negatív dolgokat hallja tőlem Gergő, mert neki ez szerelem. És én nem akarom azt, hogy egy ilyen negatív hullámot érzik eljön, folyamatosan részemről ezzel kapcsolatban. Bár lehet, hogy így van egyébként, majd erre reflektál később. Egyébként nem gondoltam én ezt át, a, amikor benneteket hívtalak meg, de kifejezetten örülök több szempontból is, hogy itt vagytok. tükör egy kicsit ez a fajta feleség elfogadásos műsor, úgyhogy a hallgatóinknak mondom, üzenem, hogy könnyen lehet, hogy ebből lesz egy második rész is, mert ez más miatt lesz izgalmas, ugyanis azon nem gondolkodtunk, hogy itt három hardcore telepítőnek az otthonáról beszélünk, és ezért így okos otthonban élni más, mint egy hagyományos családként, egy ott kialakított ökoszisztémának a részeként létezni és megélni a mindennapokat. De nem baj, mert ez, 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 ez csak még inkább pikantériát ad a dolognak. Azt azért egyébként hozzá kell tenni, hogy ha viszont valaki meg úgy lesz okos otthon, ahogy ő, ő azt telepíteti és egyben készül el, akkor sokkal jobban benne van az ő véleménye is, tehát kevésbé a háttérben történnek a dolgok, még egy kütyű megérkezik, mert ha egy komplet okos otthon telepítesz, akkor ott viszont fel van mérve az igénye az egész családnak, akkor kevésbé van elfogadás, ott egy közösen felépített történet van mint ahogy itt is egy ide után át kell a DIY-nál is térni arra a vonalra, hogy közösen építed és kialakítod, hogy mi működik, akár azzal, mint mondjuk nálunk van az, hogy a dolgozó szobában vannak az ilyen nagyon extrém tesztelős dolgok, és mondjuk a nappaliban <laughs> már nem kerülnek be olyan dolgok, amitől esetleg sikítóprát kapok, mert nem tudom, hogy mi az. Én hát főleg, hogy a férjétek hurcolnak haza egy csomó olyan félkész terméket, meg, meg, meg olyanokat, amik majd ez alapján fognak valamilyen kategóriába megérkezni telepítem a jövőben, nem telepítem a jövőben, értékesítem, nem értékesítem. Itt megint a, a, a Krisztiék otthonáról azért tudok jobban nyilatkozni, mert az itteni termékfejlesztések szerves részét képezik az én életemnek is, és hát ha minden megfordult nálatok, amit mi aztán nem tettünk be a portfólióba, akkor azért a sok problémát jelentetett az elmúlt néhány évben. Hát voltak vicces sztorik. Szerintem csak ennyit mondok most. <laughs> Viszont Kitti, te pedig rátértél valami olyan, arra, meg kiragadok a mondatodból egy, egy részt, vagy a monológodból, mert erre, már amikor a Kriszti reflektált az imént, már akkor gondoltam, csak úgy voltam vele, hogy meg később fogom bevágni, de mindegy kiadta az élet, hogy mennyire vagytok bevonva bármilyen döntésbe is, és akkor mondjuk most Ági feléd. Fordulok. Szerintem sokat javult ez az elmúlt években, ugye nálunk az egész úgy kezdődött, hogy igen, jó pár évvel ezelőtt, még kettővel ezelőtt egy lakásban laktunk, ahol a Máté megvette az első okos égőjét, és beállította, hogy az milyen jó lesz majd, hogyha kint vihar van, akkor a lámpa is úgy villog, mint a villám, és, és akkor így látod, hogy kint, vihar van, mint egyébként nem látnád. Mindegy, ez a tipikus hobbi, hogy érdekelte, hogy meg tudja csinálni, és azt tudni kell, hogy én az ilyen nagyon nagy viharokban frászt kapok, és otthon voltam egyedül, hatalmas odakin én hurrikánnak éltem meg, majd elkezdett villogni az egész Felerősítve lakát. Felerősítve az élmény. ez a sikító frászjelenség ez teljesen uh. meg. És akkor ugye ez volt az első találkozás, Azóta most már egy, egy kertesházban lakunk, és azért ő is igyekszik így figyelembe venni, hogy én miket kérek, meg nálunk már van ticketing rendszer, ahová én feladhatom, hogyha valamit nem Tényleg? Wow. Igen, ez nagyon sokáig kögyörögtem érte, hogy legyen valami ilyen, és akkor most egy, nem tudom, pár hónapja létrehozott egy ilyet, és akkor mindig, mikor azt ott kiviríti, akkor nagyon büszke jelenti, hogy mindent megcsinált rajta, ami, ami ott van. És ez nekem például sokat segít, mert azóta nem azon, hogy, hogy szóban el kell mondanom, és akkor azt érzem, hogy már 620 szorra mondtam el ezt az ominózus dolgot, hogy de én nekem értem azt, hogy az az algoritmus, hogy ott fél homály van, és az esetek 80 ában ez jó, de legyen valami, amivel fölülírom, mert ha én olvasni akarok, akkor nem jó, hogy fél homály van. Ö, és eddig mindig az volt, hogy én ezt elmondtam szóban, nyilván ezt az ember elfelejti, nem az a legfontosabb akkor, és ez így meg jó, hogy fölírjuk, vagy én fölírom, és akkor ő meg előbb-utóbb megcsinálja, amikor mikor oda De mondjuk én ilyen új funkciók kitalálásából nem, foglal, nem gondolkozok, tehát hogy ezt mindent ő, ő hoz, meg ő neki jár ez egy egy folytában az agya. Akkor neked inkább vétójogod van. Én nekem inkább vétójogom van, igen, vagy a meglévő. Tehát, hogy most, nem tudom, most a legújabb, amit tesztel nálunk, az egy ilyen szenzoros érzékelő a napaliban, és akkor arra mondhatok dolgokat, vagy igényeket, hogy mit szeretnék, hogy megcsináljon vele, de az, hogy ő hozta azt az érzékelőt, és elkezdte valamit így hozzáigazítani, ez az ő kezdeményezése volt. Lányok nálatok? mennyire számít a véleményetek ebből a szempontból? Hát nyilván én egy kicsit más szituációban vagyok, mint, mint a lányok, mert hogy ugye mi azért összeraktunk egy vállalkozást ketten együtt, ugye okos otthonok témakörében, tehát ilyen szempontból, akik benne vagyok a történetben. Nyilván az kicsit külön is lehet kezelni, meg egybe is lehet kezelni az otthonunkkal. Azóta, mióta van egy irodánk, az oda nyilván sok eszköz, az oda van teleportálva, hogy a kísérleti fázist azt lehetőleg ott élj Ilyen szempontból ezeket a dolgokat talán az otthonunkból jobban ki lehetett rakni, de ha mégis otthon vannak ilyen dolgok, akkor annak is van külön, külön helye funkciókban meg ott igazából nekem szoktak szerintem inkább ilyen komplexebb rutinok előjönni, hogy mi az, ami mondjuk valami hatékonyságot javít, valami folyamatot, energiát, bármit ilyen szempontból lehet vele rendezni, akkor azokban benne vagyok, amúgy meg, hogy éppen milyen egyéb kütyű jön, ami mondjuk az én vagy a gyerekek napi rutinját nem befolyásolja, azokkal meg ilyen szempontból nem szoktam foglalkozni. Ha szóba kerül, vagy belevonódok, akkor nyilván. De egyébként meg így nagyjából jól megvannak szerintem a határok, hogy mi az, amiben mindketten benne kell, hogy legyünk, és mi az, ami pedig olyan, hogy, hogy akkor azt a Peti megcsinálja, és inkább békén vagy, és nem, nem von bele. Nálunk körülbelül úgy van, mint ágéknál. Tehát, hogy ő kitalálja, ő hazahozza, ha az egy programozás, azt is ő így kipattan a fejéből, hogy az úgy jobb lenne, ha ott a gombok úgy működnének, hogy ilyen sorrendben, és így duplán meg így ezt az oldalt. És, és hogy elmondja nekem, hogy ezt meg fogja csinálni, ilyenkor én csak bólogatok, hogy jó, <laughs> majd egyszer megtanulom, és aztán nagyon boldogan jön hozzám, hogy na, akkor ezt így megcsináltam, és akkor figyelj, mert most akkor elmagyarázom, és én úgy teszek, mint aki figyel, és aztán utána még fél éven keresztül nem fogom tudni, hogy az hogy működik, és bosszankodom rajta, és nem egyszer előfordul, hogy tényleg nem úgy működik, ahogy ő tervezte, és akkor mondom neki, de nem úgy működött, ahogy elmondtad, az nem lehet és aztán azt olyan, hogy ja, tényleg, tudom miért, és megcsinálom, és aztán úgy működik. Tehát, hogy ilyen sztorik rendszeresen vannak. Vétójogom van nekem is, hogyha valami nagyon olyan eszköz, vagy, vagy tárgy, vagy, vagy programozáshoz, nem, tehát abban nem annyira szoktam, vagy rutin kialakításába beleszólni. Én bízom benne, hogy mindent azért csinál, hogy nekünk jobb legyen, a családnak jobb legyen, és ezért egyrészt nem érdekel, és emiatt nem is akarok beleszólni. Amikor tárként kivatkoztál a berendezésekre, akkor az egy ilyen gondolatot indított el a fejembe, hiszen ugye van egy ilyen funkciója is az otthonunkon belül, hogy az megjelenik, Tehát az láthatóvá válik, és akkor erre vonatkozóan különböző reakciók születhetnek. Olyan már volt, hogy valami annyira ronda volt, vagy annyira oda nem illő volt, hogy ezt űztétek, száműztétek vagy mondjuk a helyét kellett megváltoztatni, mert odarakta, ami szerintetek valahogy ott a, a, a képben nem illik be. Tehát, hogy, hogy tud ezért kikerülni, vagy áthelyeződni valami, mert egész egyszerűen zavarja a szép érzéketeket? Nálam a funkció alapvetően felülírja a design dolgokat, tehát én a lakberendezők ellensége vagyok ilyen szempontból. Tehát, hogy nekem, ha valami jól működik, akkor megoldjuk, elfér, az fontosabb, mint az, hogy most szép vagy nem szép de nyilván ezzel valószínűleg a kisebbségbe tartozom. Gergőnek nagyon jó ízlése van. Én ezt nagyon szeretem benne, hogy szerintem jobb szeme van a dolgokhoz, mint nekem. És nem, tehát szerintem nem nagyon fordult olyan elő, hogy valamit hazahozott, és arra én azt mondtam, hogy ez, ez csúnya, ezt nem. Tehát hamarabb mondta azt valamit, olyanra, amit én hoztam haza, hogy ez neki nem tetszik, és ez nem hajlandó nézni. Nyilván nem okos otthonhoz kapcsolódó tárgy. Tehát akkor ő szempontként kezeli ezt is. Ő, hát nem azt mondom, hogy elsőleges, de az elsőlegesek között. Igen, ez fontos. Tehát nálunk a, a belső elrendezés, az, hogy mi kerül oda az otthonunkba, az egy ilyen nagyon komoly kritikai szintnek meg kell, hogy feleljen nála. Uh -huh. Ági? Hát szerintem én a kettőjük között vagyunk valahol, mert figyel rá a Máté, tehát például nagyon érdekes, hogy a háznak az agya, ahol ugye ez a sok ilyen is, meg drótos, meg nem tudom milyen megoldás van, van egy ilyen hatalmas nagy lámpa a falon, és a mögé van az egész elrejtve, úgyhogy az mondjuk így nem látszik. Mm. Meg ilyenekre úgy ő is figyel, de például már ami kicsit ilyen zavaró, hogy villanykapcsolókból, mikor éppen az volt, hogy azokat tesztelgette, az úgy megmaradt, és akkor van olyan kapcsolónk, ami ilyen érintőpaneles, akkor van mellette ez a klasszikus kapcsoló, tehát egy kicsit ilyen eklektikus a ház. Meg olyan is volt, igen, amikor mondjuk az első gyereknél kísérletet azett azzal, az hogy a forgót megcsinálja ilyen Tudjátok azt a zenélő forgót, amivel uh -huh. gyerekkel alszik, és akkor ő ezt így kitalált, hogy majd azt messziről lehet irányítani, hogy forogjon, meg zenéljen, meg nem tudom. De ott már például nem figyelt rá, hogy az, hogy néz ki, és akkor így konkrétan a kis szervomotor föl van a gyerekágy felé, fölé, és akkor ott lógtak a drótok. Um, most már a második gyerkősznél, ahogy készülünk a babaszobával, erre én figyelek, hogy akkor, mikor így hozta a kis drótos, nem tudom miért, akkor mondtam, hogy azért azt úgy rejtsük el, vagy legalább fehér drótot rakjál oda, vagy valami. Akkor ezek szint megoldotta a funkciót. Igen, hát azt a forgót azért az is olyan volt, hogy volt olyan, hogy így mintha megszállta volna az ördög, és akkor így beförgött, mert tesztelés alatt volt, de most arra már a következő verzióban elvileg ez jó lesz. Azt, azt jól érzékelem mind a hármatoknál, hogy a férjek óriás lelkesedéssel tudnak hozzátok fordulni, mikor egyrészt érkezik valami újdonság, másrészt ők valamit kitalálnak, és akkor ennek a végeredményeként, amikor megvalósul és büszkén jelentik, hogy leütötték a mamutot, és az volna a hús kb., hogyha így extrafolálom a egy, Ez egy nagyon diszonás érzés egyébként, tehát bennem, hogy látom rajta, hogy mennyire boldog és mennyire meg akarja osztani velem ezt, ezt az érzést, és engem meg borzasztóan untat, és nem érdekel, és ezer dolgom lenne, és mennék csinálni 600 millió egyebet, és akkor ott állok, és igen, még mindig mondja, de próbálok figyelni, de közben még már elkalandoztam hatszor, tehát hogy bocsánat szívem, tényleg tehát olyankor ez nagyon kettős érzés, de nem akarom lelombozni, tehát végighallgatom. Igen, ez szerintem nálunk is teljesen így van, hogy mamut előnek érzi magát, ettől én meg így. Jó, tök. Ezért teljesen átérzem, nagyon jó. Menjünk tovább. Kiti, te benne vagy ebbe az ilyen technológiai fejlesztés flóba, úgy érzem, Igen. hogy rá tudsz kapcsolódni a Petinek a, a gondolatiságára. Itt ö, kis válasz férként, apaként, hogy természetesen nekünk is vannak olyan pillanatok, amikor megoldandó helyzeteket és ezeknek megoldását a az ellenoldal az ellen oldatán nem jó szó, de hogy a feleség óriás lelkesedéssel meséli, például gyermekekkel, otthoni dolgokkal kapcsolatban, és akkor nekünk is ugyanolyan türelemmel kell véghallgatni, de közben azon jár az eszünk, hogy hogyan fogjuk visszaszögelni a tudom, leszakadt polcot, vagy éppen beállítani az okos otthonnak a, az újabb funkcióját. Úgyhogy ez oda-vissza működik, de talán a legfontosabb az az, hogy kellő türelemmel és uh, diplomáciával kezeljük ezeket a kérdéseket. Ha már itt tartunk, akkor uh, sok időt veszel a hobbi? Tehát, hogy az, az, így, így szemmel látható, vagy érezhető, hogy azzal, hogy magok körül ezek az apák kialakítanak egy viszonylag egyébként bonyolult, persze struktúrát, de mégis komplex műszaki környezetet, akkor egyrészt annak ugye mindig van egy bővítési igénye, ha nem lenne, nekik akkor is van, mert ez egy ilyen végeráthatatlan folyamat, bár itt azért az tényleg fontos leszögezni, hogy a szakmájuk is egyben, szóval valahol ez... ez üzleti tevékenység is, és nem csak hobbi, és ilyen szempontból meg tök szerencsések, hogy ez a kettő találkozik. Mert hát ugye utána ezt üzemeltetni, és akkor majd az ilyen hirtelen uh, hiba jelenségekről, meg az esetleges szélsőséges kialakult helyzetekről majd külön szeretnék értekezni veletek, de itt inkább az a kérdés, hogy, hogy, hogy egy ilyen otthonnak a, a mindja, az, az időt túlzottan képes erre áldozni? Nem tudom, szerintem elég, elég ez már párkapcsolati kérdés, hogy az embernek mi az igénye a kapcsolatban, hogy mennyi időt legyetek együtt. Na, nem is erre vonatkozó, bár érdekes, de... hogy ezt hozott föl, hogy a, a közös idő, bármilyen időből. Én nekem csak is ez az azt... üdött eszembe egyébként, hát, hogy, hogy szerintem sok idő, de mondjuk mivel én úgy vagyok, hogy én is telerakom az életemet mindig mindennel, Nekem jobb, hogy ő ezzel foglalkozik, és nem az van, hogy hogy egyébként unatkozik, vagy otthon ül, vagy azt várja, hogy akkor én is otthon üljek, és nem tudom, üljek a szoknyáján, úgymond, hanem ő tök jól így el van a saját virágában, én is el vagyok a Mindenki saját... csinálhatja a saját minden, Igen, és akkor persze van közös idő, meg családi idő, mm -hmm. meg ilyenek, de úgy el tudom képzelni, hogy nem mindenki tolerálná ezt így teljesen mm -hmm. jól, de... Én örülök neki, hogy ő talált valamit, amivel ilyen nagyon motivált, meg nagyon szereti. Ugye eredetileg informatikus architektként dolgozik, és eljött a karrierjében egy pont, ahol már így nem tudott följebb menni, és, és az, az nekem sokkal frusztráló volt, hogy én meg a munkámba egy csomó időt beletettem, és akkor ő így nem értette, hogy de miért dolgozol egy ennyit. Ne, ne csináld ezt, ne izé, és akkor ő meg. Meg ugye nem volt neki ez, és most megint jött egy ilyen hatalmas szerelem, amiben rengeteg időt beletesz, és akkor ilyen sokkal kiegyensúlyozottabb. Köztül. Most van egy olyan megélés, amin keresztül téged is jobban meg tud érteni ilyen szempontból. I igen, meg így jobban visszatértünk oda, ahol annak idején találkoztunk, hogy hogy ő is így csinálja a saját ambícióját, meg én is, és akkor így kiegyensúlyozottabb. Úgyhogy én örülök neki, hogy ezt csinálja. <laughs> meg azt szoktam mondani, hogy legalább nem iszik, meg nem csajozik, úgyhogy... <laughs> és Szerintem ez üdvözlendő, hogy van egy olyan hobbija, ami, amivel fejlesztő magát, ami őszintén érdekli, és ilyen autoridakta módon folyamatosan tanulja és tanulja. Nekem is van hobbim, és szerintem ez a jó, ha egy párkapcsolatban mindkét embernek van egy olyan hobbija, ami a szerelme is egyben sokkal hasznosabb időtöltés, mint amiket említettél, vagy csak az, hogy esténként már letudtam a napi nyolc óra munkát, és beülök tévét nézni. A kérdésedre válaszolva azért sok időt vesz el, de én azt gondolom, hogy mindannyian próbálunk itt egyensúlyozni a különböző szerepek között, mi ugye anyaként, apaként, dolgozó ugye férjként, dolgozó emberként, mi is dolgozónőként, tehát hogy nyilván nagyon sok szerepben kell teljesítenünk, és folyamatosan egyensúlyozunk, hogy mire mennyi időt áldozunk. És Gergő is ilyen, hogy ő imádja ezt csinálni ott vannak a fejében, biztos, egy ilyen sorrend, hogy mik várnak rá, és amikor van egy kis ideje, és úgy érzi, hogy akkor azt az időt elveheti a családtól, mert éppen egyébként a gyerekek el vannak, nekem is van dolgom, akkor ő rászánja azt az időt. Én látom, hogy ő folyamatosan így úgymond küzd magával, hogy még mennyit tud kizsigerelni ebből az időből, még egy picit, még egy picit, és mikor már látja, hogy már akkor kezdem összehúzni a szemöldökömet, mondjuk szombat délután, hogy már négy órája kint vagy a tárolóban, én azóta már bevásároltam, meg meg megetettem a családot tehát most már megjelenhetnél esetleg, és akkor igen, igen, jövök már. Tehát, hogy valahogy így. Máshogy telik ám az idő, amikor az ember benne van, de talán bármiben. Tehát, hogyha, hogyha valami, ami izgat, érdekel, ráadásul még sikereket is könyvelhetsz el, meg fejlődést, azt tök jó, hogy mondtad Krisztiát, én a Gergőnél ezt személyesen végig tudom nézni, hogy, hogy csak ebben a, ezen a területen az elmúlt három-négy évben mekkora fejlődésen ment keresztül, és most már ott van az epicentrumában ennek a szakmának. Tehát, hogy az könnyen elviszi az embert, Kitty. Hát igazából ugye nálunk is az van, hogy ugye onnantól, hogy a cég meg maga a hobbi összefolyt, így a kettő között a határokat sem feltétlen tudod meghúzni. Nyilván az látszik, hogy azért egyre inkább a munka része az átveszi a hatalmat, és sokkal kevesebb ideje marad a Petinek is az otthoni barkácsolásra. De mondjuk azt tök jó látni, amikor ugye nekünk is két fiunk van, és a nagyobb most nyolc éves, és akkor neki álltak egyszer forrasztani, és akkor csináltak a szobájába a kis izé hőmérőt, és akkor ott látja a kijelzőn, és akkor az mekkora boldogság volt neki, tehát innentől meg már egy ilyen családi hobbival kezdik kinőni magát a dolog gyakorlatilag, aminek meg ilyen szempontból egy tök pozitív hozadéka lehet. Nagyon sokat segítettek a, az adásmenet irányításában, mert a következő kérdésem egyébként is az lett volna, hogyha, nem térünk ki rá, még csak még mindjárt kommentálok az előzőhöz, hogy a, a gyermekek, ugye a gyerekeket most meghívhatnánk tulajdonképpen a stúdióban, csak nem biztos, hogy, hogy még rendelkeznek olyan készletekkel lévén, hogy ugye nem felnőtt gyermekekről van szó, amely készleteken keresztül hathatósan visszaadnák az élményeiket, úgyhogy majd arra kérlek benneteket, hogy ti anyaként reflektáljatok erre. még a rászánt időre vonatkozóan akartam annyit mondani, hogy ez ennek a hobbinak van egy olyan sajátossága, hogy nem minden pillanatban tudod abba hagyni. Tehát, hogyha mondjuk egy flónak a szerkesztésével vagy benne, vagy bármilyen komplexebb feladatot kell éppen megoldanod, akkor két választásod van, vagy végcsinálod az egészet, vagy akkor az addig belerakott idő az értelmetlen. Tehát ez olyan, mint egy számítógépes játék, ahol nyomsz egy szévet, és akkor ott folytatod tovább. Főleg, hogy ugye folyamatosan tekereg a gondolatuk, ugye azért a fiúk is úgy működnek, hogy nem azonnal tudnak mindenre megoldást, hanem olyan, mint amikor komponálsz egy, egy nem tudom, egy zenei művet, és akkor valahogy így az egyik gondolat követi a másikat, és akkor abból fog majd kialakulni valahol a jó megoldás. Tehát ö, nem védelmükben szólok, csak pont olyasmit választottak, ami, ami lehet, hogy tényleg csak azért nem jön még hiába gőzölög a finom leves az asztalon, mert különben akkor sútba dobhatja az előző három négy órát. Na visszatérve a gyerekekhez, tehát hogy ugye mindenkinek a háztartásában vannak és érkeznek gyermekek, vannak is, és még érkeznek is gyermekek. Ők hogy látjátok, hogyan élik meg? Ez egy teljesen más generáció, ez kicsit ilyen elcsépelt kifejezés, de ebben az esetben azért izgalmas, ez persze sok szempontból izgalmas, hogy ezek már azok a gyerekek, akik akár automatizált otthonokba születnek bele. Tehát nem arról beszélünk, hogy a tabletet már szinten használják, vagy, vagy nem tudom, olyan digitális felületekkel találkoznak, amivel mi még sosem, persze nagyon sok minden változott az elmúlt 30-40 évben, hanem ez megint egy más szint. Tehát, hogy a ti gyerekeitek, mivel ti extrém módon benne vagytok ebbe az egészbe, olyan automatizmusokat élnek meg szinte a nulladik pillanatuktól, ami azért egyébként a lakosság szempontjából még egyáltalán nem egy ilyen általános dolog. Ez lehet jó is, meg rossz is erre vonatkozóan egyrészt a tapasztalataitokat, Gyermekeitek tapasztalatot a saját ö, szemüvegeteken keresztül, illetve esetleg pro-kontra pozitív-negatív hatásokat szeretném. Ahol a első belőletek. körben szerintem először feltűnt, amikor ö, osztálytárs vagy óvistárs jött látogatóba, és akkor a falra gyerekmagasságba fölrakott, ugye vezeték nélküli kapcsolót nézegette, hogy hű, ez micsoda és mire jó, és akkor jöttem rá, hogy igen, az enyémeknek természetes, hogy az ő magasságába ott a kapcsoló megy, nyomja, intézi a dolgát, nem kell várni, hogy jaj, valaki kapcsolja fel a lámpát, mert sötét van a fürdőszobába, és máshol meg ez nem feltétlen az, és nagyon jót elbeszélgettek, nagyon cukik voltak, akkor magyarázta neki, hogy ez így fölkapcsolja a lámpát a szobájába, és hogy ez az övé, és ez így milyen jó. Igen, szerintem a lámpa, meg a világítás kérdés az, ami a legkézenfekvőbb válasz. Azt tudják értelmezni Egyben, ők is? Igen, így igen. Tehát, hogy nálunk is elmegyünk nagyszülőkhöz, és a gyerekbe megy a fürdőszobába, akkor értetlenül áll, hogy miért nem kapcsolt fel a lámpa. Tehát egyébként nem csak ők, én is. Mármint én nem állok értetlenül, de én is megszoktam, Megszoktad. és bemegyek, és akkor ja, kapcsoló vissza. Gön, nagyon sokat szokott erre hivatkozni, tehát hogy az nálatok úgy látszik, hogy mindenkinél megjelenik, hogy idegen helyeken mosdóba elfelejtitek fölkapcsolni. Én nem elfelejtitek fölkapcsolni, nem kapcsoljátok föl, mert otthon fölkapcsolódik, és akkor már bent állsz a mosdóba, akkor jössz rá, hogy ja. Igen, egyébként így két aspektusa van szerintem ennek a gyerek témának. Én még arra ki akartam térni, hogy szerintem nagyon jó példa a gyerekeknek. Tehát, hogy nem azt látják apától, és így visszakanyarodva a korábbi mondandómra, hogy, uh -huh. hogy az apa ül a tévé előtt egy csörre, persze olyat is szokott, csak azt már annyira nem látják, hanem azt, hogy mindig csinál valamit. És, és szerintem a gyerek utánoz. Tehát, hogy nyilván számít a nevelés, meg a szocializáció, de nagyrészt utánoz a gyerek, utánoz a szülei. Tudom, a lányomat, mert ő is más sminkelget, ő engem utánoz, a fiam meg az apját utánozza, meg szerel. És szerintem ez egy nagyon jó irány, és nagyon jó dolog. Um, és igen, tehát, hogy ők ebben nőnek fel, hogy automatizmusok, meg rutinok veszik körbe őket, eszközök, tudja mi a router kb, meg, meg egyáltalán az okos otthonról van elképzelése, már megszólítja az okos otthon központot, akár angolul is, hogy ha olyan szó, és ez a jövő, tehát, hogy szerintem ennek nem kell gátat szabni, ez a jövő, ahogy mondtam. Ági? Hát nálunk még csak két éves a, az első gyerkősz, úgyhogy kevésbé érződik, de egyébként a lámpa nálunk is így van, hogy egy éves kora óta magának kapcsolja az éjszakai lámpát, meg most már a következő babaszobánál is ez volt az én részemről az igény, hogy legyen ilyen e, vezeték nélküli kapcsoló, amivel ő föl tudja kapcsolni, mert tényleg már egy egy évesnél is azt láttuk, hogy, ő, hogy mondjam, nem nekem kell kitalálni, hogy ő most azért sír, mert fél a sötétben, hanem ő magának akkor felkapcsolta a lámpát. Én azon szoktam néha gondolkozni, hogy vajon, hogyha majd egyszer elköltözik egy normális, hát lesz -e neki még normális lakás, úgymond, ahol nem ilyen automatizmusok vannak, és hogyha lesz, akkor ez mennyire lesz mondjuk magas villanyszámla, vagy hasonló, hogy állandóan égve hagy mindent, meg, meg nem, nem, zárja be az ajtót maga után, meg nem, nem tudom, redőny nem húzza le föl, mert hogy Tényleg ő a nulladik perctől ebbe nő bele, megszületik bele, nem is látja azt, hogy milyen a, a nem ilyen. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy mire ő felnőtt lesz, lesz-e még nem ilyen. Hát hogyha az fog megtörténni, hogy mi itt nagyon hiszünk mindannyian férjek oldaláról, és én meg ezt szántalan szor hangoztatom, akkor már akár tíz év múlva is, de mire ők oda kerülnek, hogy saját ingatlanban folytatják az életüket nem okos otthon lesz, hanem az otthonaink lesznek okos jelző nélkül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ők csak nagyon korán kerülnek be a férjeitek szakmája, hobbia véget ebbe a körforgásba, korábban, mint az átlag, de ebbe az irányba tart a világ. Úgyhogy ők csak talán nulladik pillanattól tudják élvezni az előnyeit, és hát esetleg elszenvedni a, a nehézségeit, amire hamarosan szintén kitérünk majd nem szeretnék elkanyarodni a témától, csak itt eszembe jutott valami. Egyik nap jöttem haza a taxival, és a taxissal beszélgettem arról, hogy nekünk az autónk ugye automata, meg elektromos, és mondta, hogy nem butítja el ez az embereket, hogy, hogy nem kell váltani, meg, meg csak egy pedál van, meg, tehát hogy nem lesz ettől úgymond bénább egy sofőr, hogyha mondjuk vissza kell ülni egy normál autóba. És így ezt az okos otthonokra vonatkoztatva nem lesz az én gyerekem úgymond bénább, ha bekerül majd olyan ingatlanba, ami nem okos, mondjuk gazdaságossági szempontból, mint az, aki, aki ezt megtanulta korábban, csak mondjuk már éppen abban él és tudja, hogy egyébként hogyan kell fűteni, vagy a billenyt le kell kapcsolni, vagy ilyesmi Tudom, ez egy teljesen más vonal. Ne, csak mi ne, 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 jó, jó, felmerült jó a, a kérdés, hogy mennyire butítja el az embereket ez a sok automatizmus. Hát nézzétek, egyrészt abban a társadalmi pozícióban vagyunk, és azon a területén élünk a világnak, ami vélhetően, hogyha valami óriási katasztrófa nem történik, és ne történjen meg, akkor kifejezetten érintett lesz majd a technológiai fejlődésben. Tehát nekem meggyőződésem, hogy, hogy nem lesz más, hogy mint hogy így a jövőnk ilyen szempontból. Akkor viszont az a válaszom rá, hogy hát mindössze csak adoptálódunk a, a változásokhoz. Tehát, hogy olyan dolgokat, olyan képességeket miért fejleszünk, és az agyunknak egyetlen milliómod sejtje is miért foglalkozzon olyas valamivel, amit soha nem fogunk többet használni már az életünk során. Másrészt, most már szerintem tíz éve használok automata, váltós autót, de vannak olyan élethelyzetek, hogy vissza kell ülni, vagy ülök egy olyan autóba, ami nem az, és a Másodperc tört része alatt. A rutinok azok automatikusan működnek. Mint a biciklizés. Mint a biciklizés, köszönöm. Így van. Nekem ez a meglátásom ezzel kapcsolatban. A másik meg, hogy igazából egy otthon annyira tud okos lenni, mint amennyire a lakója. Tehát, hogyha te alapvetően nem érted, hogy milyen rutinok szerint van beállítva a háttér, akkor gyakorlatilag pisloksz, mint hogyha beraktak volna a csodák valótájába, Tehát, hogy értened kell, hogy mi megy a háttérbe. Tehát ilyen szempontból. Mondjuk félként szerintem az az általános, hogy a férj, aki szeretne telepíteni okos otthont, ő ért hozzá, de a már nem biztos, hogy gyerekek meg pláne. De akkor is, tehát, ha úgy akarod csinálni, hogy tudjál benne élni, akkor fel kell mérni mindenkit. Tehát, hogy azt úgy nem lehet, hogy csak úgy egy valaki kitalálja, a többi meg belecsöppen, mert az előbb-utóbb csúnya irányokba tud elmenni valószínűleg. Tehát az nem lesz egy békés, meg akkor az már nem lesz otthon, ha nem mindenki érzi magát otthon benne. Akkor kedves férjek, ez jó üzenet számotokra, hogy mindenképpen meg kell hallgatni a feleségeket és a gyerekeket is. <laughs> Ági, te tartasz attól, hogy a gyermeked agyi kapacitása állaposodik a túlzott technológiai kitettségtől? Hmm. Ilyen értelemben. Igen, igen, nagyon érdekes volt, amit mondtam, mert szerintem a Máté teljesen ugyanígy gondolkodik. Én a kézzel való írást szoktam erre példának hozni, hogy ő mindig azt mondja, hogy minek tanítanak még írni egy gyereket, miért nem gépel egyből. És ezzel ugye az a probléma, hogy az a... Ez egy ahogy... speciál nem értek egyet. Jó, de hogy ez egy példa, de tehát szerintem a mögöttes elv, amit mondasz, hogy miért tanulok meg valamit, amivel már a jövőben lehet, hogy nem is fogok foglalkozni, szerintem azért, mert ennyire nem értjük azt, hogy az évmilliók során az emberi agy hogy alakult ki, és mondjuk a kézzelírásnak az agyra, fejlődésre egy csomó olyan hatása van, amit ha átugrasz, akkor igenis mutább lesz az Bizonyítottan. Ember. Bizonyítottan. igen. És hogy én például így vagyok ezzel, hogy igen, lehet, hogy az automata váltót, vagy a normál váltót nem felejted el, de mondjuk ott van az adaptív tempomat, nekem is elektromos, nagyon modern, kütyűs autóm van, és körülbelül egy nem tudom, három hónapja volt egy kocsonásom, azóta az adaptív tempomat nem működik, hogy ez az, amikor uh -huh. magától lassít Lassra. az előtted lévővel tartja a távolságot, és az első pár hétben rettenetesen hiányzott. Tehát, hogy annyira megszoktam, hogy az van, és nem kell odafigyelnem azzal a szintű figyelemmel, mint egy normál vezetőnek, hanem lehet a gyerekkel beszélni, meg nem tudom mit csinálni, hogy, hogy, én azt éreztem, hogy igen, rosszabbul vezetek, amióta ilyen autón van. És, és egyébként az automatizálásokra is azt gondolom, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy látunk mindent, amit mondjuk egy gyerek nem tanul meg, tudom én nálunk locsolás automatizálva van, és akkor így nézem a nagypapát, aki meg ezeket a dolgokat így tudja, hogy ránéz a növényre, aztán így megint mondja, hogy Hát ez szomjazik a növény. Én uh -huh. meg de hát nem szomjazhat, hát be van állítva, hogy két naponta locsoljon, és nem tudom. És hogy minek milyen, milyen következményei I lehetnek igen. a kézírás, az, szerintem az a jól megfogtad. Igen, az, a számomra átjött, tehát hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy ami értelmetlennek tűnik, hogy az annak is. egy más igen. szinten nincs egyértelmű haszna. Igen. Vagy egyébként hátrány szenved majd belőle, hogyha ez alapján nem alakult ki valami képessége. Biztos, hát a csecsemőknél is, ha kimarad a kimaradva kúszás vagy a mászás, akkor ott később problémák jelentkeznek az agyfejlődésben. Tehát olyan idegpályák nem fejlődnek ki, amiknek az a mozgás segíti elő a fejlődését. Bár szerintem egy ideig az még tudsz rá reagálni, és vannak olyan. Persze, fejleszteni, ugye? persze Csak lehet fejleszteni, persze lehet hát jobb. De az volna írás is szerintem akkor... ilyen. Igen, de hogy visszatérve az okos otthonos részre, szerintem ezt nem látjuk még most. Nem lehet úgy élni, hogy az ember ezen rettek, hogy jaj, akkor majd nem használok technológiát, mert nem tudom valamit, akkor majd kimarad az életéből. Szerintem, vagy én majd így igyekszem arra csörekedni, a nagyobb lesz a gyerkőc, hogy szóval elmagyarázni neki, hogy jó, ez nálunk így működik, de mondjuk meg lehet, hogy a te életedben már itthon mindenhol így fog működni, de azért lesznek a világnak olyan részei, ahol még kézzel kell a lámpát kapcsolni, vagy nincs is lámpa, és hogy ezt, ezzel így tágítani az ő tudását, vagy, vagy az életképét, és akkor, hogy megértse a mi érteket mögötte, azt reménykedni, hogy, 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 tényleg ez így elég. Mm -hmm. Ez egy jó válasz, az jutott eszembe, hogy mi Pest megyében lakunk, tehát hogy a várostól eltávolodtunk ilyen értelemben, egy csomó hatás nem éri a gyereket, Nagyjából Nincsen szükség tömegközlekedésre ott, ahol lakunk, az elkövetkezendő éveiben, vagy évtizedében a gyerekeknek véletlenül nem lesz szükség, mert belátható távolságban van minden. A lakhelyünktől, ha meg messzebbre megyünk, akkor autóval közlekedünk, feleségem is, és én is, de mi visszük a, legalábbis a, 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 a lányomat ott már a, a feleségem vitte a városba tömegközlekedni. Mert talán kicsit ide kapcsolódik, hogy, hogy attól még ezeket meg kell tanulnia, Igen. mert ha a világ összes pénze ránk szakad, és mondjuk még ráadásul azzal a típusú nevelési elvel értek egyet, amivel nem, hogy mindent rakjunk alá, és tudom én, akkor is 17 éves koráig nem fog tudni autóba ülni, de még csak nem is erről beszélünk. Tehát őneki lesz egy olyan életszakasza, amikor egyre valószínű, hogy kell kapcsolódnia a fővároshoz, kettő meg, hogy tömegközlekednie kell. Hát, hogy ez meg kell, hogy ismerje ugyanúgy, mint valószínűleg meg kell ismerni azt is, hogy hogy kell fölkapcsolni egy villanyt meg hogyan kell, nem tudom, locsolni a füvet, azt lehet, hogy kevésbé, de a villany kapcsolva ez egy jó példa. Főleg azért, mert tényleg egy nagyon nagy felfutása van az okos otthonoknak, mi ezt látjuk belülről, de, de, azért közel sem akkora, hogy itt három-öt év múlva majd már mindenhol ezzel fog találkozni. Nem, még mindig akkor is sokkal inkább azzal fog találkozni, és nem csak otthonokban, hanem közintézményekben, hát ott aztán még még lassabb az evolúciója. A dolgoknak óvodától, bölcsödétől, iskolától se várhatjuk el, hogy majd ott pont arra lesz pénz, főleg a mostani helyzetből kiindulva, legalábbis a belpolitikai értelemőlet helyzetből kiindulva, hogy majd nagyon lesz automatizálva az összes iskola. Kívánom meg óvoda meg, meg, meg bölcsődet, de véletlenül jellemzően inkább még nem ezzel fognak találkozni. Tehát valahogy kialakulnak akkor ezek a képességek, hogyha még nem is otthon, akkor akkor van rá lehetőség. Illetve hozzá lehet tenni, hogy ezek a képességek, hogy lekapcsoljuk magunk után a lámpát, egyébként az elmúlt években annak ellenére is elvesztek emberekből, hogy nincs okos otthonuk. Tehát, hogy nekem például korábbi munkahelyen kellett szólni embereknek, hogy ugyanha kimész a tárgyalóblak, a lámpát kapcsolod már a magad után. Pedig nem okos otthonban él. Bólogatok, hogyha valaki Youtube-on követ minket, és tegye meg, érdemes. Itt ráadásul a hölcsökor miatt még inkább. Igen. Én a lekapcsolgató munkavállaló vagyok. Más munkavállalók után sokszor találkozom én is azzal, hogy pedig imádom, szeretem a kollégáimat, és csak azt sem mondanám, hogy, hogy ne érinteni őket érzékenyen a pro... környezetkárosító problémái ennek, de meg tudom, én így, így szocializálódott egy csomó mindenki. Ő nem kapcsolja le a villanyt. Nálunk Gergő nagyon fanatikusan a fenntartató fejlődésnek oh, hát a ő... híve. Ő állandó energiaparában van. Igen, tehát Gergő nagyon fanatikusan a fenntartható fejlődésnek a híve, e, tehát nyilván szelektíven gyűjtjük a szemetet, egyébként nagyon kevés élelmiszer dobunk ki, két kicsi gyerek mellett is én vagyok a konyham alatt, szerintem ezt anyukák átérzik, és e, nálunk mi lekapcsoljuk a lámpát. Tehát attól függetlenül, hogy magától is lekapcsol, én éjszak, amikor kimegyek a mosdóba, és magától felkapcsol, és amikor visszamegyek az ágyamba, én lekapcsolom, és ugyanígy nappal is, és mindig is. Tehát ő ezt kérte, egyébként is leszoktam, de ő külön kérte ezt azt, hogy még az az egy perc se legyen fölösleges energiafogyasztása, míg utána lekapcsol a lámpa. Úgyhogy nálunk le vannak kapcsolva. Na, fontos is, hogy lehessen beavatkozni, itt üzenünk mindenkinek, hogy az a fajta automatizálás nem jó automatizálás, a mi olvasatunkban, ahol csak és kizárólag mindent az algoritmusokra, meg a beépített beavatkozókra bízunk, tehát legyen csak ott a, a fizikai kapcsoló. És ha már itt tartunk, azért a van egy szűkebb értelembe vett családunk, akik élik a mindennapjaikat ezekben az otthonokban, és akkor ezen kívül ugye van a tágabb értelembe vett családunk, itt a nagyszülőkre gondolok, unokatestvérekre, testvérekre, de egyébként említhetném, hogyha valaki igénybe veszi ilyen szolgáltatásokat, esetleg egy babysitter, egy bejárónő, aki segíti a mindennapjainkat, és a kicsit kiegyensúlyozottabb dogulásunkat arra vonatkozóan megosztanak veletek tapasztalatot az átmenetileg az otthonatokba érkezők, hogy, hogy, hogy ők hogy, hogy érzik magukat egy ilyen infrastruktúrában? Negatív tapasztalatot szerintem nem. Én legalábbis így nem kaptam vissza olyat, hogy ez mennyire kellemetlen, vagy kényelmetlen, vagy nem értem, hogy itt most mi történik. Tehát ilyen jellegű mondat nem volt szerintem. Nálunk ugye van egy, egy lány, egy nő, aki szokott ilyen is segíteni takarítani, és én rendszeresen van, hogy nem vagyok otthon, és, és akkor én távolról engedem őt be. Távolról riasztok ki, konkrétan tudom felügyelni, mit csinál, hogyha akarom kamerával, és hogyha elmegy, behúzza az ajtót, távolról be tudok zárni, és ez egy nagyon hasznos dolog. Nyilván megbízunk benne, nagy segítség. Sose mondta, hogy bármi problémát okozna neki, de nem is gondolom, hogy egyébként lenne ilyenről szó. Hasonlóan nálunk mindig a futárok szoktak jönni, és már távolról nyitom nyitom a kaput, bemegy, és az esetek 99%-ában működik, ha ugyanazok a futárok jönnek, már tudják, nem is hív telefonon, gyakorlatilag megnyomja a csengőt, és már áll a nagy kapu elé, hogy ő akkor besétál, berakja a csomagot a megszokott helyre. De a múltkor jártunk úgy, hogy egy új futár jött, és pont nem tudtam fölvenni se én a telefont, se Peti, nem tudtuk a kaputelefont se elindítani, mind a ketten valami megbeszélésbe voltunk, és hát szokás szerint én kinyitottam a kaput, futárot áll, nézelődik, és bedobott egy itt a postaládába, és elment a csomaggal. Te megbosszankodtál, hogy mehetsz a postára. Mert hogy egy kis táblát érdemes kirakni, hogy ez egy ilyen lehetőség számodra, futár, hogy ragd le a csomagot. Ági? Nekem most a tágabb család jutott eszembe, ugye nálunk sokat vannak még nagymamák, nagypapák, kisgyerekek mellett segíteni. Egyébként negatívum az szerintem nálunk sem, vagy így nem rémlik, hogy lett volna. Nyilván ők a saját szintjükön tanulják meg használni. Tehát például mi bébiőr helyett egy ilyen kis okos kamerával nézzük a gyereket, és akkor azt a nagymama nézi a saját otthonából is. És ez most már néha ilyen vicces is, hogy pont egy pár hete volt, hogy a nagymama véletlenül a telefonján benyomta a mikrofont, és akkor elkezdett beszélni a gyerek után egy hétig kérdezgette, hogy ki beszélt a kamerán? Egyen meg. <gül> <gül> Úgy, hogy... De ez ö... jó, hogy jó mert az egyébként ijesztő is lehet, Igen. hogyha, hogyha hát... valaki így beszól a semmi. Ez van. megint olyan, hogy ő ebben nőtt bele, tehát hogy ő, nulladik perszől tudja, hogy ott van egy kamera, vagy hát nyilván az elején nem fogta föl, de ott, hogy neki ez természetes, hogy, hogy, a kamerán nézzük. Kicsit egy ilyen is egyébként néha belegondolni, hogy a család hány tagja tudja nézni a gyereket. De hogy így nem, nem ilyet megtőleletett, hogy ők nyilván a saját szintjükön tudják, szerintem az nagyon fontos, amit mondtál, hogy legyen fizikai kapcsoló is, mert most egy idősebb generációtól akármennyire is lelkesen próbálja úgy megtanulni, de azért nem várhatom el, Tehát, hogy ő elsőnek oda fog menni és le fogja kapcsolni. Úgyhogy az, az így fontos az ő kényelmük szempontjából is. De meg én azért is szoktam ezeket mondani, hogy volt már, hogy nem tudom, áramszünet volt, hogy az így jussak már ki a lakásból, eh, akkor is, hogyha ha épp az okos rendszer az így lehalt, vagy valami van. De mondom, a saját szintjükön ők így megtanulják, meg vannak funkciók, amit ők is tökre szeretnek benne, meg, meg használják. A kamera az óriási nagy segítség volt számunkra is, ját, illetve bizonyos értem még a mai napig a gyerekeknél van bent, és én nekem van egy ilyen állandó belső feszültségem, ennek megvan az oka gyerekkoromból eredeztethető. Minden két szóba akkor elmesélem, hogyha belekezdtem, hogy volt egy nagyon sajnálatos történet, gyerekorvosnál voltunk én már ilyen, De hát már tudatomnál voltam, tehát hogy ez konkrétan megvan az élmény, szóval valószínűleg, hogy ilyen tíz éves korom környékén lehetett, vagy, vagy talán még lehettem kicsit több is. Nagyon sokat késett a, a házi orvos, ott ültünk rengetegen a rendelőbe, és akkor feldúlt állapotban, mit tudom egy órával a rendelési idő indulása után érkezett meg, és ö, aztán az édesanyám beszélt vele, természetesen megvizsgált minket, és akkor később kiderült, hogy egy, egy bölcső halált, halt ö, csecsemőhöz ment, és már nem tudta megmenteni, és ez nekem imprint annyira benne maradt a, a memóriámba, hogy amikor megszülettek a gyerekek, akkor nekem ez azonnal automatikusan visszajött, és hát ö, rendszeres pszichológus látogató vagyok, fontosnak tartom a saját mentál higiéniámat, de ezt, ezt valahogy nem tudtuk kimunkálni, és állandóan attól rettegtem, hogy, hogy, hogy kap-e a gyerek levegőt ott van alatta, ugye a, a légzésfigyelőm és most csomó minden más dolog is segíti a, a, gyermekeknek a biztonságos alvását, meg a szülőknek a lelki nyugalmát. Bár ez egy külön sztori, hogy amikor téves riasztás van, akkor szerintem olimpiai bajnok lehettem volna 60 vagy 100 méteren. Úgyhogy abban a pillanatban ébredtem föl. De hogy, hogy az, nekem, az, nekem az én, én, biztonságos létemhez, vagy nyugalmamhoz nagyon sokat hozzá segített, hogy rá tudtam mindig is nézni, és tudunk ránézni a, a, a kamerára. Én egyszer felkapcsoltam a, vi, a, lámpáját. Tehát én nem beleszóltam, hanem így rájuk reflekt, vagy ráreflektoroztam az emmára, hát az sem volt de biztos, mert azt hiszem, talán nem reagált rá meg a Gergővel annak idején így volt ebből vitánk, hogy volt otthon nektek kamerátok, mert nem tudom, hogy hol. Én még ezt élesen bíráltam, hogy nem már, hogy ez nem a valóság show, meg, meg szó, de még nem volt gyerek. <laughs> És aztán a, most már ott vagyunk, hogy a, 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 hálószobájában a gyerek, a gyerekszobákban van, de, de sehol máshol nincs jelenleg a, a, az otthonunkba, viszont amikor még kicsik volt az Emma, és a feleségem otthon volt vele, akkor a nappaliba is volt egy kamera, hogy én nem nézegettem. Tehát most nem az volt, hogy akkor leraktam az íróasztalomra, és akkor, mint 8 órán keresztül ment, de néha, csak hogy tudjam, vagy ha nem vette fel a telefont, akkor így oda néztem, hogy minden rendben van-e. Úgyhogy igen, ez, 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 egy, ez egy jó funkció. És, és... Sőt, nálunk egyébként szaporodnak a kamerák. Van két nyuszink, akik a kertben egy hatalmas részen laknak, és náluk is van kamera, <laughs> és azon is szoktuk nézni, hogy a nyuszik jól vannak-e, és ha mondjuk elutazunk néhány napra, akkor tök jó, mert otthon lehet őket hagyni, anélkül, hogy kéne valakinek jönni etetni, itatni őket, mert az itató is automatizált, meg távolról is lehet nekik az etetés is, tehát igazából ők itt túlélnek, ameddig az okosokon Ez megy. Kézzel fogható piaci potenciál. Tehát mi látjuk, hogy mennek a fejlesztések ebbe az irányba, a pet feederen keresztül, a, talán valami csirkeóról értekeztünk nem olyan régen, az is mindenféle okos funkciókkal van felszerelve, szóval, hogy itt látják benne a lehetőséget, illetve tényleg használjuk is. De ha már így belementünk ezekbe a funkciókba, akkor fel akartam tenni ezt a, a kérdést mindannyiótoknak, és részben válaszoltatok is rá. Mik azok a, a egy-két olyan funkció, amit úgy kifejezetten szerettek, hogy, 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 hogy okos otthonban éltek, és hogy rendelkezésetekre állt. Nálatok meg aztán főleg, ugye ez még kontrasztos is volt, amikor a nagy lekapcsolás volt, és akkor szemléltetve, hogy milyen az, hogyha nincs, tehát lehet, hogy még jobban érzékel. Tehát te ezt annak idején... De hogy ugye itt volt szó a, a beengedésről, az, az az gondoltam, hogy az, az mindenhol, ahol ez elérhető, az, az, az inkább egy piros pont az ellenőrzőben, mint egy fekete. De ezen kívül van még olyan, amit, amit, amit most már, ha nem lenne, akkor azért úgy fájdalmas lenne, vagy az abszurdum tényleg hatékonyabbá tette a, a, az otthoni életeteket és kényelmesebbé nekem kifejezetten az ilyen napszakokhoz köthető rutinok. Ugye nekünk három fix beépített rutin van, egy gomnyomásra működik, vagy valamihez kötve van. Az egyik a reggel, amikor ugye redőnyök felhúzódnak, lámpák kapcsolása átállítódik, stb. Van a nappali, amikor pedig átállítódnak a redőnyök arra, hogy csak kicsi fény jöjjön be, ne kelljen lámpát kapcsolni, de ne tűzzön be a nap, stb. Ilyesmik vannak benne. Meg van az esti, vagy pontosabban éjszaka, éjszaka, amikor pedig ugye ez a minden redőny biztos, hogy lemegy, minden lámpa lekapcsol, csak éjjeli fény marad, ajtók bezárnak, és ezek azok, amik szerintem nyilván lehetne nélküle is élni, mert ugyanúgy előtte is végig sétáltam az ablakoknál, ide-oda húzgáltam a redőnyöket, fölkapcsoltam, lekapcsoltam a lámpákat, de ez egy olyan, amin ami nem kell reggel gondolkodni, hogy akkor most hú, mit kell még akkor megcsinálni, ne hagyjuk úgy az ablakot, mert akkor fölmelegszik az egész ház, és fölöslegesen nem menjen a klíma. Tehát ez mind olyan, ami, ami sok apróságból egy tök jó összetett dolgot hoz össze. Ezek gazdaságossági szempontok vannak, amik így az eszembe jutnak, ami alapján azt gondolom, hogy van értelme és tök jó, hogy létezik ez a, ez a dolog a háztartásban, például az okos fűtés. De kényelmi funkciót betöltő változtatás, most nem tudnék olyan dolgot mondani konkrétan, aminél nem fordul elő, hogy néha bosszúságot okoz. Uh -huh. Tehát, hogy van nyilván sok, tehát a redűnyök, az okos zár, a klíma, nagyon sok minden, ami... Világítás. Igen, ami nyilván kényelmi uh, szempontok alapján lett főként kialakítva, de mindegyiknél van olyan, hogy pont nem úgy működik, ahogy én szeretném, és bosszankodok miatta. Tehát én nem nagyon tudnék most így kiemelni egy ami így százszerzalékban azt mondom, hogy én nem tudnék enélkül élni, vagy, vagy ez, ez, ez egy nagyon szuper, és ezt mindenképpen mindenkinek ajánlom vagy legalábbis nem százszerzalékosan mondanám ezt, hanem mondjuk ilyen 70 százalékosan mondanám, hogy egyébként ez egy jó dolog, mint például az okos zár, amit említettél. Én most uh, mielőtt elkezdődött az les, én készítettem egy bejelentkezést, amit majd meg fogok a saját uh, csatornáimon, és pont ezt a példát hoztam el, hogy péntek délután vagy mész haza két gyerek, uh, nem tudom, alvós cuccok, iskolatáska, bevásárlószatjól, és mindenféle dolog rajta dolg, és nem kell keresned a lakáskulcsot, hanem megnyomsz egy gombot az ajtón, és tök jó működik. Kivéve, hogyha kikapcsoltad a Bluetooth-t a telefonodon, mert akkor nem működik, és erre nem jössz rá egyből. Tehát itt pont így jártam tegnap, vagy tegnap előtt. És -e, cserébe nem tudsz bejutni. Cserébe akkor nem tudsz bejutni, hanem keresed a telefonodat, hogy visszakapcsolod a Bluetooth-t, és nem be tudjál jutni. Tehát, hogy mindegyiknek van, minden, mindegyiknek van egy csavar, amikor így azt mondod, hogy na, ez most pont nagyon-nagyon megszivat. És akkor ez, ezzel azt akarod mondani, hogy azért visszatérően mindig valami hiba megjelenik? Nekem az jutott eszembe, mikor így kérdeztek Ergő, hogy készültem erre a podcast adásra, így nekem a rutinok jutottak eszembe, és alapvetően az, hogy igen, vannak rutinok az életünkben, rutinok alapján éljük az életünket, de nem mindig a rutinok alapján történnek a dolgok. Tehát nagyon sokszor eltérünk a rutintól, és akkor ott hal meg az okos otthon átvitt értelemben. Tehát ott dolgozik ellenünk. Legalábbis az olyan mértékben paraméterezett okos otthon, amiről tudom, hogy nálatok van. Ez a Gergővel köztünk egy, egy egyet nem értés, mert én ugyanezt szoktam mondani, de én még kevésbé vagyok, sőt én abszolút inkább adhok jellegel élem az életemet, meg éli a család is. Tehát, hogy majd, most már hamarosan ott tart az építkezés nálunk, hogy, hogy érkezik a Gergő, és akkor elkezdjük összerakni az automatizmusokat, de azt már most tudom, hogy, hogy nagyon kevés, nagyon strikt szabály lesz benne, mert, és köszönöm szépen, hogy, hogy ezt, ezt megosztottad velünk, ezt a tapasztalatot, mert inkább csak sejtettem ezt, hogy kész egyszerűen, hogyha nem annyira határozott ritmusban éled a élet, akkor könnyen lehet, hogy ellened fog dolgozni egy csomó automatizmus, amit ugye úgy programoztál le, hogy akkor már pedig reggel hétkor ez történik, este hétkor meg az történik. Pont ezért van, hogy nem időponthoz vannak kötve ezek a rutinok, hanem gombja máshoz, vagy valami bármi egyéb eseményhez, hogy ne az legyen, hogy hétkor föl, vagy fölmegy az összes leledőny, úgyhogy egyébként nem kell iskolába menni, mert szünet van mondjuk. Nálunk volt egy olyan nyáron, hogy a gyerekek kint a teraszon, és Gergő beállította, hogy ugye napállás alapján, meg hőmérséket, meg nem tudom mik alapján, ugye a redőnyt bizonyos fokig lehúzza az okos otthon. És a gyerekek kint merencéztek, én ültem a nappaliba, és pont rájuk láttam kis merencet, tehát, hogy ilyen felfújható, amiben delékig ér nekik a víz, de akkor is látnom kell őket, most bármi történik, de nem ültem kint velük a napon, hanem néztem a nappaliból őket. És akkor egyszer csak lement a redőny. Jó, akkor felhúztam, megint lement. Felhúztam, megint lement. Akkor mondtam Gergőnek, ez így nem lesz jó. Akkor valamit ott programozott, hogy de ha kinyitom, meg ha becsukom, úgy is jártam, hogy engem zárt ki az okos otthon, de ha kiviszer a telefont, akkor ki tudod nyitni, akkor azt nem beállította, hogy ha belököm az ajtót azon a, nem tudom, 5 centis résen alul, akkor felnyílik a redőny. Tehát, hogy nem tudom, hány kört futottunk ezzel, mert akkor éppen én nem úgy éltem az életemet, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Értsétek jól. Az okos otthon nagykönyvében. Igen. Ellenben nálatok tudom, hogy elmondható, hogy extrém alacsony az energiaigénye Igen. az otthonatoknak ezáltal ugye a rezsiköltségetek az, 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 kimagaslóan alacsony. Igen, ezt köszönjük szépen a család nevében. Nyilván <laughs> felhasználásból is adódik, mert hogy mind a ketten odafigyeltek, azt tudom, Igen. de, de a jól paraméterezett működésnek is köszönjük. Igen, ez nyilván mellette szól, tehát hogy én nem akarom itt kicsinyíteni az ő érdemeit ebben a dologban, mert nyilván nagyon gazdaságos és, és jó jót akar, csak hát nem mindig hm. úgy alakul az élet. Igen, de ez ketté válik. Tehát hogy ugye mindig ezt nem hogy van, van egy egy költség vonzata ennek, már egy bekerülési költség, de egy költségmegtakarítás is, és azért egy jelentős része az okos otthonoknak emellett pedig a, a kényelemről, vagy hát most erről beszélünk, és mivel a Language szerkesztés, ezért, ezért természetesen ezt hát is adjuk a hallgatóinknak a kényelmetlenségéről is és akkor ebben balanszíroz valahogy a, a, az adott háztartás. Ági, nálatok még vannak olyan funkciók, amire azt mondod, hogy fú, hát azért nem bánnám, hogyha ez soha az életben nem szűnne meg az életünkben? Van, egyébként én tudnék ilyet mondani. Tehát nálunk vannak ilyen automatizmusok, ami egyébként időponthoz vagy valami más dologhoz kötődik. Én erről azt gondolom, hogy valahol engem tanít az okos otthon, mert nekem például nagyon sokáig rigolyán volt, hogy, hogy én ezeket így nem szeretem, mert eleve nálam nincs ott mindig a telefon, és akkor ugye az a válasz, hogy hát ha lemegy, hát húzd fel a telefonoddal. Na jó, de nekem nincs ott a telefon a zsebemben, mert sokszor zsebem sincs. De például a garázsajtunk egy ilyen jó példa erről, hogy én egy csomó ideig ellenálltam, hogy én a telefonomnak nem fogom azt mondani, hogy oké, okay, nem tudom mi, nyisd ki az ajtót, mert ez micsoda hülyeség, és fölösleges, és nem tudom és az akaratom ellenére a Máté ezt így megcsinálta, beállította, és ma, ma, már ez az egyik kedvenc funkcióm, hogyha a telefon rá van az autóra csatlakoztatva, akkor ha jövök, akkor hang üzenettel, vagy ilyen hangirányítással ki tudom nyitni a garázsajtót, és ez egy fantasztikus, meg a kaput is. csak tök jó dolog tényleg, mert hogy nem kell kiszállnom az esőben, meg a mindenben. És én mondjuk ezzel így ellenálltam, de így utólag meg nagyon szeretem. Meg vannak olyan dolgok is, ami, nem tudom, hogy a többiek kertesházban vannak-e, ugye ezt én említettem, hogy nálunk ez is egy, a, a kültéri rész is. Mindenki, így, ugye? Mind a hárman. Is, hogy, üvetök, hogy én imádom a kertet, nagyon szeretek benne így szöszölni is, időnként. De az, hogy mondjuk én minden nap, akkor most nézem, hogy hány fok lesz, az alapján locsoljak-e, ne locsoljak, nem tudom, erre én képtelen vagyok, és ezért minden növényem az így kiszáraz, meg megpusztult, vagy nem tudod, a lakásban is az orride az egyetlen, ami túléli, mert azt nem lehet gyakorlatilag kiszárítani. És ugye a Máté meg ilyen hatalmas nagy fűrajongó lett, úgyhogy emiatt így teljesen utána olvasott, hogy akkor hogy lehet egy ilyen locsolási rendszert úgy okosan automatizálni, hogy tényleg ne locsoljon, amikor esik az eső, viszont ha nem tudom hány fok fölött le akkor kétszer is locsoljon, és én ennek egy ilyen élvezője vagyok, mert ezt átültettük az én kiskertemre is, és akkor a rózsák is már ez alapján vannak locsolva, meg a kisvirágok, és ezt például nagyon-nagyon szeretem, meg ez egy olyan, amire így jó, nem nyilván tudnék nélküle élni, ha muszáj lenne, de nem szeretnék, mert, mert ez egy abszolút kényelmi funkció, is, és, és tök jó, hogy a kedve csak annyi dolgom van, hogyha akarom, hogy kiülök és élvezem. És talán egyébként ez az egyik olyan pont, ahol nem erőszakolja meg az ember az állításával, vagy az érvelésével a, a valóságot, hogy most mennyi idő, mindig van egy ilyen időfaktor is, vagy legalábbis fölmerül, hogy Hát, mert akkor, hogyha nem kapcsolgatod a villanyt, oké, okay, de most hány villany kapcsolásra egy nap? Ha azokat összeszámogatjuk, akkor szerintem még mindig másodpercekről beszélünk. Tehát ez nagyon nehéz lenne azzal indokolni egy okos otthonnak a létjogosultságát, hogy a villanykapcsolásokkal, nem tudom, ha naponta 10 másodpercet talán annyit nem is spórolunk meg. De a kertnél például szerintem ott, ott van egy olyan ö, aspektusa is ennek a, a dolognak, hogy ott akkor nem kell kint kertészkedned, de a végeredmény, amire... Ré... Van, aki szereti a kertészkedést is, és akkor ugye annak ez nem opció, mert az a, a folyamatát szereti, de van, aki meg csak szép kertbe szeret kimenni. Azt, azt hiszem, hogy nem is kell magyarázni, és akkor a befektetett munkának a mennyiségé viszont jelentősen csökkenti, és átveszi a, a feladatoknak nagy részét az automatizálás, kvázi bármi másra. Igen. megmarad az az időd, és a végeredmény meg ugyanúgy hogy ott hogy szép a kert. Meg hogy a kertbe is én most akkor azzal töltöm az időm, amit szeretek, mert van olyan rész, amit én is szeretek csinálni, nem tudom, kis magas ágyásba ütetgetni, meg ilyesmi, uh -huh. de nem kell mondjuk füvet nyírni, mert van automat a fűnyíró, meg igen, nem kell ott állni a locsolóval mm. minden nap, mert hogy ezt megcsinálja a rendszer magától. Mert csak az lenne jó, hogyha a gyereket is fölöltöztetné, mert... Megfogad mostanában a igen. Igen, mert hogy ugye az is nekem ugyanez, hogy én, hogy megnézem, hogy akkor aznap milyen idő lesz, és hogy rövid vagy hosszú nadrágot rá. És akkor egyébként ő neki van neked be fölvenni a rövid nadrágot, vagy a hosszú nadrágot, igen. Tehát, amikor kint mínusz tíz van, de ő aznap rövid nadrágba akar menni. Igen, ismerős a helyzet, mondom itt is ebben az esetben inkább a feleségemnek. Ennek a másik oldalára is ö, szálljunk egy kis időt. Nem is feltétlenül azok a funkciók, amiket kifejezetten nem szerettek, bár egyébként, hogyha valakinek van ilyen, akkor akkor várom szívesen, hanem egyszerűen szituációkra lennék inkább kíváncsi, ha és amennyiben bármelyik kötöknél volt, amikor rabjai lettetek az okos otthonoknak, már nem elköteleződés ért.

ez a saját szavaidat, vagy gondolatidat tolmácsolod. <laughs> Bocsánat, hogyha így értetted, de minden, mindenki De én néztem. szívesen mondok példákat. Végtelen Na. Most mondja, én már mondtam egy pár <laughs> Nekem volt olyan, hogy majdnem kizártam magam, és úgy futottam vissza, mert hogy ugye, ahogy mondtam, beállsz a garázsba, az autóra van, vandukva dugva a telefon, tehát a telefonom ben volt az autóba, én meg kiszálltam, hogy valamit megnézek az előkertben, és a garázs ajtó elkezdett lecsukódni, én rajtam meg a teljes pánik, és ilyen futbalista bevetődéssel. <laughs> Tényleg becsúsztál? Hát igen, igen, ugye ott elul van az érzékelője, hmm. és akkor hogy vegye észre, hogy nem kell becsukodni, de aztán utána a Máté így rám nézett, hogy hát te teljesen hülye vagy, hát így távolról. De mondom, ben volt a telefonom. De akkor átmész a szomszédhoz, és akkor onnan vagy, hogy így fölhívsz, és akkor én kinyitom neked. Tehát, hogy valószínűleg nem lett volna akkor a probléma, mint aminek én ezt megértem. De ott az első az volt, hogy gyerekbent, én kint, <laughs> nah, az ajtók. Meg olyanok is vannak, igen, ami, ami így öm, sokszor nem működik egymás után. Általában nem is, a, amennyire megértem, nem a, a szoftveres rész, hanem mondjuk egy-egy szenzor, amit tesztel, nem olyan, nem működik, és akkor már sokszor elmondtam, hogy nem, én nem működik. Öm, ő már elfejtette, de az előző házunkban volt egy folyosón egy lámpa, amit megcsinált így, hogy érzékelős legyen, a kapcsolót azt teljesen kiiktatta, és ezen rengeteget veszekedtünk, mert mert hát, hogy én engem folyton bosszantott, hogy nem működik. És aztán így hosszú idő után derült ki, hogy neki is ez egy ilyen bosszantó meg fájdalmas dolog, hogy nem sikerül működésre bírni azt a lámpát. Úgyhogy ilyenek, ilyenek mindig vannak. Hát én igyekszem nem, nem ezekre fókuszálni, meg szerencsére már így az évek alatt szerintem mert nem tudom, hogy ezt tudatosan csinálja, vagy nem, de hogy most már csak egy dolgot változtat általában, és akkor nem az van, hogy egyszerre öt dolog van, amit tesztelget, és akkor nem működik, hanem egy van, és akkor most például tudom, hogy igen, most a nappaliba vannak a fények, ami éppen tesztelés, meg kialakítás alatt van, ezzel élünk, hogy az néha rám kapcsolja a lámpát, és akkor sötét van, amíg mosogatok. Hát, meg hát hangsúlyozzuk ki, amiről <laughs> már az elején is beszéltünk, hogy ti állandóan tesztlabor is vagytok, tehát hogy yeah, yeah. nem egy végleges telepítésben éltek, amikor a berendezések adják meg, a, a, adják meg magukat, akkor azért itt pont lehet, hogy egy olyan berendezés, ami aztán soha az életben nem kerül be a körforgásba, csak hát minden a életetekben derülnek ki ezek a dolgok, az é. talán ami szerencsétlen. Igen, meg ez, se, ez, is segített nálunk, hogy most már elmondja, hogy mit tesztel. Tehát, hogy régen ez úgy nézett ki, hogy ő csak elkezdett valamit tesztelni, és akkor én meg csak így nem értettem, meg bosszankodtam rajta, hogy na most már megint miért nem működik ez. És most meg már ez úgy van, hogy megmutatja, hogy nézd, vettem egy ilyen kütyüt, ezt fogja csinálni. Igen, és akkor persze ugyanúgy bosszalkodok, de legalább tudom, hogy mi ennek az oka, vagy tehát úgy könnyebb vele élni, úgymond. Kitti? Nekem nem is funkciók, inkább eszközök, tehát pont itt, hogy ez a mennyire kell testre szabni, meg az egyénhez illeszteni a dolgokat, tehát nekem a hangasszisztensek az ellenségeim, tehát hogy én az összeset úgy utálom, ahogy vannak, tehát én kerülöm őket. Tehát nekem legyenek gombok, kapcsolók, én fölkelek, megcsinálom, átállítok bármit, de az, amikor az Alexával veszekszek, hogy azt a zenét indíts amit én hallgatni akarok, attól én megőrülök. Egyébként, Kriszti, még mielőtt esetleg hozzáteszel ehhez a listához, a, a, annyiban, hogy válaszoljak a, a rossz fejséged, egyáltalán nem erről van szó, és nem is mentegetőzni akarok. Már én az a csávó vagyok, a férjed, pontosan tudja, mert sok vitánk van ebből, hogy én, én kifejezetten szeretem terhelni az egyenleteket. Hát, hogy nálam én vagyok az, aki, aki mindig a beleköt a részletekbe, de azért mert akkor fog kiderülni, hogy megállja a helyét bármiről is legyen szó, szóval ez az egyik. A másik pedig, hogy, hogy mint mondtam, már transzparens és őszinte a műsorunk, szóval én azért kérdezgetem ezeket tőletek, mert igenis, akik hallgatnak minket, azok egy teljes képet kapjanak abba, hogyha vannak jó és rossz dolgok, és bizonyos értelemben néha valamiben a rossz van túlzásban, akkor nekünk az a feladatunk, hogy felkészítsük a hallgatóinkat arra, hogy mire számíthatnak bármivel kapcsolatban is. Úgyhogy csak nyugodtan. Gergő igyekszik mindig, ha bármi problémám van, akkor mindig azt kéri, azonnal jelezzem, és akkor kitalál rá egy megoldást. És ez tényleg így van. És mindig van valami problémám, és aztán mindig ő gondolkodik rajta, és kitalál rá valami megoldást. Picit más sztori, egyszer otthagytam a telefonomat valahol. Egyébként én vagyok az, akinek meg mindig a kezében van a telefon, tehát a munkámhoz is kapcsolódik, a hobbimhoz is. Tehát így körülbelül nagyon-nagyon 90%-ban az életem nagyon szerves részét képezi. És ö, ott valahol ott hagytam a telefonomat, és ott álltam, hogy nem jutok be az okos otthonom keresztül a házba, két gyerekkel. Mit csináljak? Van egy okos órám is, egyébként, ami ilyenkor hasznos tud lenni, de az okos órám néha megviccel, és nekem sem hallgat a hangutasításokra. Tehát, hogy mondom neki artikuláltan angolul, hogy open the lock open the lock, és mindenféle módon próbálom mondani neki, de akkor se nyitja ki az ajtót, és aztán nagy nehezen felhívom Gergőt, de valamilyen nem kapcsol, és én is ott álltam már pánikban, de egyébként itt kiemelném, hogy kóddal is nyílik az ajtó, de ilyenkor pont nem jut eszedbe a kód. Már nem emlékszem pontosan, hogy... hogy... Telefonodban van fölírva a kód. <gül> <Igen>. <gül> tehát, hogy azért vannak ilyen uh, fiaskok néha uh -huh. előfordulnak. Uh, de mondom, Gergő mindig igyekszik, tehát ő, ő hangsúlyozza, hogy bármi gond van, szóljak, megoldjuk, megcsináljuk, jó lesz. Záró akkordként az utolsó kérdésem. Lehet igen, nem válasz is, meg kifejtős is ezt rátok bízom. Okos otthonban éli az életét az ember, vagy nem okos otthonban éli az életét az ember. Hogyha rajtatok múlik a döntés, akkor igen vagy nem a válasz. Inkább így éljük az életünket, mint eddig, vagy pusztuljon az okos otthon, és hagyományos értelembe vett otthonokba folytassuk. A mindennapjainkat. Hát, mint mondtam, nálunk erre volt éles teszt, <laughs> úgyhogy abszolút igen. Tehát, hogy, hogy én nekem hiányozna, hogyha most már nem lennének. A minden bosszankodással egy együttvéve az nem hiányozna. <laughs> az jó lenne, lenne nekünk is egy tesztirodánk, vagy egy, vagy egy tesztházunk, ahol ezeket az új funkciókat lehetne tesztelni, és akkor az otthonunkba csak az lenne, ami már a működő, bevált dolog, de az abszolút igen. Hogyha az az okos otthon tényleg olyan, ami rád van szabva, és tényleg azok a funkciók vannak csak benne, és nem tesztlaborként működik az egész, akkor igen. Kriszti? Igen, nem reprezentatív igazából így a mi hármasunk <laughs> ilyen szempontból, mert mi tényleg nagyon sokszor megéljük a negatív részét, és ez nem általános. A válaszom nekem is igen, egyértelműen. Főként egyébként részemről gazdaságossági szempontból, vagy fenntartatósági szempontból, de nem zárható ki a kényelmi aspektus sem, tehát az is, úgyhogy egyértelműen igen. Megkaptam a választ a kérdésemre, ráadásul egybehangzó. Lányok, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok a stúdióban. Nem csak a magam, hanem szerintem a srácok nevében is. Régóta -e készülünk mindannyian, illetve a hallgatóság nevében is. Mert őszintén mondom, hogy, hogy már nagyon sokszor kaptuk vissza, hogy épp itt az ideje, hogy ezt az adást leforgassuk. Sokat tanultunk belőle, nekem nagy öröm volt veletek forgatni. Várunk esetleg vissza benneteket, majd vannak ezzel kapcsolatos gondolataim, úgyhogy majd megvitatjuk az adás szerkesztőkkel, illetve azt a hallgatóinknak meg tudom ígérni, hogy ennek a folyamatnak egy második része is lesz, ugyanis úgy készültünk, hogy úgy korrekt, hogy erre reagálhassanak a férjek, úgyhogy hamarosan jön az ellenreakciók műsora. Jelentjen ez bármit is, még én magam sem tudom, hogy mire kell készülni, de azt megígérhetem, hogy hamarosan a fiúkkal is forgatunk egy adást. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatta ezt a műsort. Jövő héten Azonos időben egy új tartalommal jelentkezünk. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor számtalan módon megszólíthat minket a Sionozva, mindenféle erre lehetőséget, adófelületet megjelenítünk, és továbbra is felhívom a figyelmét a hallgatóságnak, hogy nézni is tudnak minket, nem csak hallgatni. Gyertek a YouTube-ra, mondom a mai adás kapcsán főleg azt mondom, hogy érdemes, de egyébként is például a reakcióinkat is sokkal inkább lehet értékelni, érezni, hogyha a képi tartalom is van a hang mellé. Köszönöm szépen még egyszer nektek, lányok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.